Augusztus 31-én tartotta rendesülését a fővárosi közgyűlés. Eszterházy Péter, Budapest. A napirend megtárgyalása előtt a közgyűlés tagjai egy perc néma csenddel adóztak a július 14-én elhunyt Kossuth díjas író Eszterházy Péter Budapest díszpolgára emléke előtt. 19 igen szavazattal, 9 nem és 2 tartózkodás mellett döntött a fővárosi közgyűlés a BKV ZRT és a hívágazat szétválasztásáról. Hogyan érinti majd ez a budapesti utasokat, hogyha átveszi az állam a hévközlekedést? Kell-e külön bérletet, jegyet venni, kell-e külön finanszírozni a budapesti utasok utazását a közigazgatási határig, vagy ez benne van az eddig szokásos megszokott BKK, illetve BKV jegyek bérletek árában? Illetve, hogyha ezt az utasoknak kell finanszírozni, akkor vajon a fővárosi önkormányzatot ez hogyan érinti, magyarul át tudunk ebből vállalni valamit, vagy nem. A demokratikus koalíció sem ért egyet ezzel az egésszel. A fővárosi közlekedést azt inkább fejleszteni és egyben tartani kellene, semmint hogy ezt az egészet így szétszedni, szétbarmolni. Az a cél, hogy egy ilyen technikai és szervezeti átalakulás a utazó közönség számára semmiféle hátránnyal és érdemi változással rövid távon ne járjon, csak akkor, hogyha ez az új struktúra már valahogy beilleszkedik az állami, tételezzük fel az állami rendszerbe, és ennek lesz egy komplet újragondolása abban a tárgyalássorozatban, ahol én veszek részt, az az alapaxióma, hogy az utazó közönség számára ebből semmiféle hátrány ne származzon és ne származik. A kiválás során november 1-ével jön létre a budapesti helyi érdekű vasút ZRT. A vagyonmegosztás során a B-hév működéséhez szükséges eszközök és azok elválaszthatatlan részei, valamint az ezekhez szorosan kapcsolódó vagyontárgyak kerülnek a B-hév ZRT tulajdonába. Eszerint a vagyonmegosztási arány B-hév 3,1%, BKV 96,9%. A kiválás után a B-hév saját tőkéje több mint 18 milliárd forint lesz. A HÉV és a BKV vonatkozásában sikerült egy olyan matematikai összefüggést feltárniuk, hogy a HÉV az összesen 3,6%-a teljes BKV vagyonnak, és a másik szám, amit sikerült összeizzadni, ez a 19 milliárd forint, ami lehet könyv szerinti értékhez való viszonyítási alap, de semmiképpen nem alapja egy szétválásnál kötelezően meghatározandó elemnek a tényleges érték meghatározása. Természetesen egyetértek azzal Horváth úrral abban, hogy az árérték arányoknak arányba kell áll, megfelelően kell viszonyulni egymáshoz, de ha már matematikáról beszéltek, akkor én is azt mondom, hogy örülök neki, hogy a MSZP és az akkor még MSZP-nek nevezett DK aggódik a lakosság ellátási színvonaláért, csak utána néztem és megjegyzem, hogy az önök 20 éve alatt 1990 és 2010 között sikerült a viteldíjakat a 30-szorosára emelniük, míg a 2010 októberi állapothoz képest mi meg csökkentettük. Szóval ennyit a lakosságért való aggódásért. A kalkuláció az könyv szerinti értéken történt, erről van itt szó. A 3,6% pedig úgy jön ki, hogy a BKV összvagyon az tekintettel arra, hogy bekerült a 4-es metró is, és vannak olyan fejlesztések, amik 100%-os, majdnem 100%-osan vannak még a könyvekben, így valóban ilyenre jön ki a HÉV könyv szerinti értéke. Egyébként pedig ott lehet még kavarodás a Horvátunknak, hogy valóban a HÉV ágazat körülbelül egy 10%-át teszi ki a BKV-nak, ami menetrendszerűen mondjuk az utasforgalom vagy vonatkozóan, de tulajdonképpen a leamortizálás miatt a könyv szerinti érték valóban ilyen kevés, de megnyugtatok mindenkit, hogy ez egy teljesen normális és szabályos kiválási folyamat ilyen módon. Egyhangúan fogadta el a közgyűlés a főváros területén végzett távfőszolgáltatásról szóló rendelet módosítását. A Főtáv ZRT szerint az intézkedés javítaná a rendszer kihasználtságát. A rendelet módosítás segíti a környezetkímélő fűtési technológia elterjedését, vagyis pozitív környezeti és egészségi hatásai lesznek. Egyhangulag fogadta el a fővárosi közgyűlés azt a javaslatot, amely alapján 140 millió forintból újíthatják fel a 3. kerületi Pók utcai gyalogos felüljárót. A felüljáró biztosítja a Szentendrei út és a Szentendrei hév feletti gyalogos közlekedést a római parti lakótelepen élőknek.
A híd szerkezet műszaki állapota jelentősen leromlott, és a híd alatti vasúti és közúti közlekedési forgalom biztonságát veszélyezteti. A felújítás során kijavítják a beton és a vasbeton szerkezetet, megtisztítják és korrózióvédelemmel látják el a fémelemeket. Névtelen fővárosi közterületek elnevezéséről döntött a közgyűlés. A 13. kerületben található Dráva utcai csomópont és az Árpád híd között kialakítandó új, eddig névtelen Dunaparti sétányt Oroszország fővárosáról, Moszkváról nevezik el. A 4. kerületben 3 újonnan kialakított közterület kap nevet, és a 22. kerület is gazdagodik új utca nevekkel. 3 fővárosi színház vezetői megbízatásáról zárt ülésen döntött a fővárosi közgyűlés. A Madách Színház igazgatói posztjára Szirtes Tamás jelenlegi vezető egyedül pályázott, s megbízatását a következő 5 évben is folytathatja. A Thália Színház vezetői tisztségére 2 pályázat érkezett be. Kálomista Gábor maradt továbbra is a színház vezetője. Az új színház igazgatói posztjára 12 pályázat érkezett, melyek közül az illetékes bizottság 4 pályázót terjesztett a közgyűlés elé, amely végül az eddigi vezetőnek, Dörner Györgynek szavazott bizalmat. Templomok emlékművek díszkivilágításáról döntött a közgyűlés. Díszkivilágítást kap többek között a 14. kerületben a Bosnyák téri Páduai Szent Antal plébánia templom és a Kassai téri Szentlélek plébánia templom, a 18. kerületben a Hargitai téri 56-os emlékmű és a Nemes utcai világháborús hősök emlékmű és demokratikus országzászló. Az 1. kerületben a Magyarságháza, az 5. kerületben a Nerediák útja a Ferenciek terén és a Szabadság téri Virújk út kap díszkivilágítást. A budai Vigadó díszkivilágítását is élvezhetik hamarosan a turisták és a városlakók. 20 igen szavazattal, 1 nem és 7 tartózkodás mellett döntött a közgyűlés a 3-as metróvonal felújítása miatt szükséges járműpótlás forrásait biztosító rendelkezésről. A BKK július 12-én indította el a 3-as metró felújításának idejére szükséges pótlóbuszok megrendelésére irányuló közbeszerzési eljárást. A részvételi jelentkezések bírálatát a BKK elvégezte. Az érvényes jelentkezést benyújtóknak megküldte az ajánlattételi felhívást és az egyéb szükséges dokumentumokat. Ezzel megindította a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát. A szerződés megkötésének várható időpontja szeptember vége, október eleje. A 3-as metró pótlásáról szóló kormányhatározat szerint a kormány költségvetési támogatást nyújt a fővárosi önkormányzatnak a 150 metrópótlóbusz szolgáltatása megrendelésével járó esetleges többletköltségek fedezetéül. Ugye a közgyűlési döntés, az pedig már a szolgáltatás teljes időszakára, tehát nem csak a 3-as metró pótlásának időszakára vállalna fedezetet a főváros mindenkori költségvetésében. Magyarul a kérdésem az, hogy a kormány is így érti ezt, akkor ezt jó lenne írásban látni, illetve hogy hány évről is van szó. Javasolom, hogy olyan határozatot hozzunk, hogy ugyanabban a mértékben, én 10 évre értelmezem, és a teljes költségek megtérítését kértük, de szerintem csak olyan határozatot hozhatunk, ami úgy fogalmazza meg a döntést, hogy analógiában a kormány vállalásával. Nem értelmezhetjük másképp olyan döntést, ha bármilyen bizonytalanság fölmerül a közgyűlésbe, hogy mi hosszabb időre vállalnánk garanciát, ami a főváros többletköltségét eredményezné megtérítés nélkül, azt nem vállalhatjuk be. A kormányhatározat szövege megítélésem szerint ebből a szempontból egyértelmű, hiszen a teljes időszakra vonatkozik. Jól tudja a képviselőasszony, hogy tehát helyesen tudja, úgy szeretnék fogalmazni, helyesen tudja, hogy a kiírás 10 év lesz. Következésképpen nekünk a fedezetre 10 évre van szükségünk, hiszen a többletköltségek a teljes szolgáltatási időszak alatt jelentkezni fognak, és én úgy is értelmezem, hogy arról van szó, hogy a kormány ezt 10 évre a többletköltségeket vállalja. A fővárosi közgyűlés felkérte Tarlós István főpolgármestert, hogy folytasson egyeztetést a Nemzeti Fejlesztési Miniszterrel, valamint a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT vezetőivel a hulladékgazdálkodási feladatok ellátása feltételeinek tisztázására, különösen azért, hogy a szemétszállítás a szolgáltatási díjból finanszírozható legyen. Tavaly decemberben lépett hatályba ugyanis az új hulladéktörvény, valamint idén tavasszal az ahhoz kapcsolódó kormányrendeletek.
Az új jogszabályok szerinti díjkalkuláció révén a fővárosi közterület fenntartó ZRT-nél évente csak nem 10 milliárd forint forrás hiány keletkezhet. A jelenlegi helyzettel én megmondom őszintén nem vagyok kibékülve. Két fontos probléma van, egyéb kisebbnek minősíthető probléma már kívül, ami kinek kisebb, kinek nem. Az egyik az, hogy ugye az eddig nyereséges ágazatunk veszteségesé válna a jelenlegi rendszerben, és hiába adunk az FKF-nek pénzt, mert az új holding, amennyi pénzt adunk az FKF-nek, annyival kevesebb díjat fizetne vissza. Másrészt pedig van két KEOP támogatási szerződés, a haszonanyag átadással kapcsolatos jelenlegi rendeletben foglaltak, az itt tenni vállalásoknak ellent mondanának, ami a támogatás elvesztésének veszélyét hordozza magával. Én ezeket pénteken fogom a kormányfővel egyeztetni. A fővárosi közgyűlés 19 igen szavazattal fogadta el az UEFA 2019 U21-es labdarúgó Európa-bajnokság megrendezésére irányuló pályázathoz kapcsolódó megállapodást. A fővárosi közgyűlés 57 napi rendi pontot tárgyalt meg.